Köszi mindenkinek a dancet! Vártuk már itt most sztori, van baszki! Abba a pillanatban! Even exile to another realm could not silence the fallen god forever. And in time, the dear's malignant influence. Ezt a izére kellett volna hoznom a party animátra, a Lollipopot, mert ugye ilyen nyalókával lehet kibaszni a másikat, de most arra. Light was swallowed by shadow, and with it, hope. A fényt elnyelte az árnyék. Új Zord bajnok emelkedik fel, a sötét keresztes. Na, itt van ez a lámpa, lássátok? Itt van ez a lámpa, amivel itt lehet nagyon fura dolgot látni. Amúgy furcsa, hogy ezt mondom, de ez a játék jobban néz ki. Jobban néz ki ez a játék, mint a Pinocchio, amúgy csak mondom. Szexin szopom ezt a nyalókát, srácok? Szexin szopó nyalókás vagyok? Ez már szexuális content, csak mondom. Az ledöfte, az kapta hat. Úristen, el leszek én biztos. Igen. Körbevettek a pindangók, bár nekem ott a fényem kialudt. De most a fény! Oda nézzé! Újra élesz minket. Te nem halsz meg, buzivíz. Ez azt jelenti, újra kezded. Dear Durs. Nagyon jó. Fú. Nagyon kíváncsi leszek erre a játékra, tényleg milyen lesz. Nyom meg egy tetszőleges gombot. Tetszőlegeset? Tetszőlegesen még... Hát most véletlenül megnyomtam tetszőlegesen, semmi baj. Itt is ilyen pindangók vannak. Ez a karakter azért van itt, mert mondom, kipróbáltam a játékot, de most új játékot fogunk kezdeni. Új játéksz. És csinálunk új buildet. Korok telnek el, az önámítás hitté torzul. Kevesen kapják meg a kinyilatkoztatásokat, amiket olyan kétségbe esetten keresnek. Ja, azt hittem, hogy izé lesz. Nikolé, de hogy így, aki szopja egy... Érted? Szopni vagy inni? Az isteni, a halandók csak bábuk? Nani. Akár az istenek húsa, akár maga a halál, mindenek elpusztul. És mindenki elpusztul, elnézést. Egyszerre szopjak is, meg igyak is, bazd meg. Mert ő most kell. Táplálkozz. Bazd meg, olyan, hogy a Bibliát olvasnék. Komolyan mond. Nem mint, hogyha olvastam volna. Ne értetek. Iszok és szopok. Ez az nagyon szép. Nagyon fili. Orius, forgive me. Orius, bocsáss meg, nekem is irányítja a szabadítás a fegyverét egy nálaméltó szolgához. Én leszek a nálaméltó szolga valószínűleg. Oda néz, hogy eldobta azt a izét? A lámpikont? De itt legalább lesz fény, gondolom. Nikolett megérte ez a 3000 pont most, nem? Úristen! Főszúrtak. Possessed the metal for this crusader. You failed. Kudarcot vallottál, sosem voltál elég. Úristen! Ez valami dupla kardos nagy csávó lesz amúgy. Dexterit is. Visszanéztem a pénteki stream elejét, szóval lesz hónap stream nézője díjazás. Hónap stream nézője? Hát a stream nézőt azt nem fogom tudni megcsinálni. Maximum olyat, hogy
ilyen faszom tudja, donét falat, vagy csír falat, meg ilyesmit. A stream nézőit nem tudom megcsinálni, mert az hogyan, milyen statisztikából szopom ki. Na, itt vannak a buildek. Van egy megszentelt lovagunk, ami strength-es. Ugye lássuk, hogy ott a erő, agilitás a dexterity, kitartás a stamina. Az lesz a stamina, életerő. Az milyen sok staminája van. Hát akkor azt, hogy ki van itt, ki nincs, tudod? A VIP miatt. A VIP miatt igen, azt most is látom. Hogy kik vannak itt. Ja. De úgymond így általánosan a többi nézőt, aki nem se VIP, se moderátor, azokat... Érted? Azokat nem szoktam úgy figyelgetni. Szóval, van a megszentelt lovagunk, ami vagy... Ez a strength build-es, ez a Udi Rangvar Wolf. Ez is egy strength build-es, build-es fiatalasszony. Udingrang földjéről származó megrözött bajnok, aki a szükségű ősi próbatételek teljesítésével bizonyította, hogy méltó népének kitüntetni a harci farkas rangjára, amit csak kevesen élnek túl, egy pusztító, de enyhén páncélozott osztály, amelyet a nyers erő hajt jóban és rosszban. Ez egy farkas jányka, így van. Na vártok, ennek a megszentelt lovagnak több staminája van, de viszont ennek a csajszinak több ereje, sokkal. Azért négy szint az négy szint. Partizán. Partizán is úr. Na ez a partizán, ez ilyen is, olyan is. Ez nem tudja eldönteni, hogy férfi, nő vagy mikrohullámsütő akar lenni ez a partizán. Pontokban ez tiszta általános ez a emberke. Aztán van nekünk olyan, hogy Morstead gyalogság. Ez egy dexterity-s build, dexterity build-es emberke, akivel akkor most nem leszünk, mert azt mondta akire, hogy strength build-em legyen, és akkor strength build-em lesz most. Fekete tollas erdőjáró. Védézzük összeset, de amúgy első kettő lesz. Úristen, ez tiszta Bloodburn, bazd meg. Jó, ez is egy dexterity build-es fiatal ember, aki nagyon Bloodburn-ös ruhában van. Jó, itt van egy száműzös stalker, aki úgy szintén full dexterity, és amúgy a kétkardos build, amit nyomtunk a Dark Souls 2-ben és meg a 3-ban is, az eléggé szexinek mondható, úgyhogy el is csábító. Úgyhogy ha nem mondtam volna akira, hogy dexterity strength build-el legyek, akkor valószínűleg ezzel lettem volna a száműző stalkerra, és ezekkel a kis pengékkel nyomtam volna. Szevasz, Szivarsz, hello! Na, itt van ez a kaszt, amivel soha életemben nem fogok játszani valószínűleg végig egy Dark Souls game-et, meg vízből se, köszönöm. Azt mondja, haladó osztály. Aha, jó. Pirik kultista. Úristen, ez baszón néz ki, de egy kaki. Köszönjük, és van egy elítéltünk, ugye, akinek tiszta alappontjai vannak, és nagyon szar, és ilyenkor ezzel játszik az, akinek nagyon nagy fasza van, köszönjük. Úgyhogy nem ezzel a karakterrel fogunk játszani. Az most saját magam ellen beszéltem, de semmi baj. Szóval, nekem ez a Warwolf nagyon tetszik. A strength build-e véget. Hogy nagyon sok strength build, vagyis strength pontja van. Ugye 16, és itt egy nagyon nagy heavy kard van a kezébe. És megszentelt lovagnak milyen fegyvere van? Amúgy az a baj, hogy én olyan strength build-et akarok csinálni, hogyha már strength build-ezünk, hogy ne fullosan heavy fegyverem legyen, hanem értitek, ilyen olyasmi, mint a Dark Souls-ba, segítsetek. Segítsetek! Mi volt az a fegyver? Hasonlított erre, ami most van. Ez jobban néz ki. Dark Souls-ba teljesen mindenhogy néz ki a karakterem úgy. Nem kiegyensúlyozott. Fú, mi volt annak a fegyvernek a neve? Na mindegy, nem fog eszembe jutni. Ez ami a Warwolf-nál van. De... Jó, ezeket a kardokat aztán megszerezhessük amúgy. De engem mondjuk ennél a karakternél az zavar, hogy kevés a strength-e és nagyon sok a stamina. Ami nem baj, mert többet tudunk csapkodni.
vagyis fordítva, kevés az erő és sok a stamina. Na már félre beszélek. De ez nagyon-nagyon heavy fegyver. Ami a Dark Souls 1-be, ott a hídon van, ahol a sárkány van. Ott van az a kart. Már tudom, Claymore. Claymore? Azt hiszem Claymore az a neve, és az hasonlít erre a megszentelt lovannak a fegyverére. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ezzel fogunk kezdeni, srácok. Ez lesz a miénk. Van elég sok stamina, erő is ott van. Úgyhogy most, hogyha level up-ozunk, akkor csak strength-re fogunk adni, és az nagyon jó lesz nekünk. Úgyhogy szerintem ezzel fogunk kezdeni a legeslegelsővel. Pajzsot azt elrakjuk valahova majd, az nem fog kelleni nekünk. De egyébként meg ott van az a helyzet, hogyha már strength build-el vagyunk, akkor basszunk oda, hogyha oda basszunk, nem? Jó, de amúgy teljesen mindegy, mert hogyha olyan fegyvert találunk, ami nagyon baszol, akkor azt is a kezünkbe fogjuk tudni fogni. Úgyhogy most ez a karakterválasztás teljesen mindegy, hogy most csak az a lényeg, hogy milyen fegyverrel kezdünk. De akkor kezdjünk ezzel. Legyen ez. Második? Hol akarsz második lenni? Nem vagy normális szivar! Nem vagy normális! Ezek most nő? Vagy mi a fasz? Szivar, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Bolond vagy, vezd meg. Bolond. Mi lett volna, Szivar? Minek? Mi lett volna? Miért nők vagyunk? Aha! Ja, aki vagyok nőve, most is szopok. Aha, értem. Ilyen öreg gecik leszünk. Ez már ilyen tapasztalt manus. Ilyenek leszünk, ez nagyon jó. Szivar, nagyon-nagyon szépen köszi. Állat vagy. És nyugodjál már meg, basz meg ebbe a hónapba is, mert nem vagy normális ember. Nyugodjál meg, oké? Nagyon szépen köszi ezeket a, basz meg, 11.050 csírt.
Nyugodjál meg, ember. Nagyon szépen köszi. És tudod, nem tudom meghálálni ezt még jobban, de faszom. Nem tudom már mit mondjak. Úgy én csak szopok. Na. Valami nagyon szexi hajat csináljunk ennek a fiatal embernek. Oda nézzél, ez azért oda basz. Úgy is lesz rajtunk sisak. Most bocsi, hogy úgy beszélek, hogy a fél pofám tele van, de hát hogyan szopjak és közben csinál. Úristen zsidó. Ez kell nekünk. Így leszünk. Jó, nem leszünk így. Coffos ez, jó? Valamilyen hajúakkal kell lennünk amúgy. Mit nevetel? Mi olyan vicces a streamben? Mondjátok meg. Mi olyan vicces, hogy itt nevetelni kell? Ezek a legnehezebb dolgok kiválasztani, hogy hogyan nézzen ki a hajad. Érted? Hú, ez ilyen nagyon izés. Ilyen jakuzás Batman. Szóval fölnyalt hajam, úgy az... Szopás? A szopás az nem vicces, az egy komoly dolog, csak mondom. Aki nem szopol, az elszopol. Ez ilyen. Tudja faszom, hogy nézi, így, ez jó lesz, ez nagyon jó lesz ez a haj, arcőrzet. Jó, nem bírom. Konfirm. Úristen! Megvan. Megvan. Azt nagyon komolyan néz ki ez a karakter most így. Na, nekem ilyen izé összegabja, ez nagyon jó. Ti? Ez tetszett, jó lesz, ez jó lesz. Arc textúra, az mi a fasz, tetoválás? Idős. Ez már very old. Ez a idős fejez tetszik nekem. Szemszín, vártok. Szemszín abba a pillanatban. Úristen, világítani fog a szín. Hogy nézel ki, te hülye? A iriszetnek fehérnek kell lenni olyan fasznak. Másodlagos. Kurva ez a szopóka. Vártok, ezt csinálom, egérrel ver. Igen, karikás a szeme alatt. A csodáktól csórikán baszkin, ezért már egyetlen nem alszik. Egyetlen nem alszik ez a fiatal ember. Nekem ugyanilyen. Várj, ennek fehérnek kell lennie, nem? Ennek a... Várjál, most melyiket állítsuk? Ja, nem, ez a fő. Ez a fő, úgyhogy ez a fő. És a másodlagos, az fehér. De hogy nézel már ki, te hülye? Várjál, az milyen színű, bazd meg? Most hallom, majdnem megnéztem a sajátomat. Milyen színű a közepe a szemednek? Hülye vagyok, fekete? Milyen az? Így. Így nagyon szép. Ez így gyönyörű. Vártak, ez túl sötét kék ez itteni. Világítson, bazd meg, a szemem hülye vagy? Sötétbe is. Ez... Jó. Szerintem ez így jó lesz. Ebben már most bele lehet szerelmeskedni, srácok. Tökéletes minden. Osztály, mi a osztály? Ja, ez már megvan. Elnézést. Úgyis ha ezt leszünk sisak, úgyhogy teljesen mindegy. Most mondjátok, hogy tiszta izé. Juan Carlos Esposito. Ez Juan Carlos Esposito. Ez lesz a neve most. Jó? Ez lesz a neve. Juan Carlos Esposito. Most ezt találtam ki. Úristen, nézzétek meg ezt a testet azért. Na. Azért be lehetne szopogatni ott a bimbót, nem? Szipi-szopi bimbó. És aztán még aztán menj, haladnál lefelé azokat a kockákon. Azért oda basz. Vannak ott egy kis karculások, azért ez már egy pár száz lányt megjárt. Ez a fiatal ember. Izmos nagyon jó, bőrszín tökéletes, tetoválás azért az legyen, tetko. Uff, nagyon szép keresztek ezek. Valami baszót, valami izé, Jézus papát, vagy valamit. Mik ezek te? Már nem gondoltam volna, hogy a karakterkészítésre fogunk elbaszni 8 órát, de semmi baj. Vissza, mi?
Aha, hogy ez a hátán lévő tetkó itt most. Hát a fekete kell, te hülye. Így. Intenzitás. De mi ez a szar? Full feketét basszál rám, Dick. Olyan, mint hogy egy valami vízfestékkel rám fröskendezett volna valamit. Hát én nem értem. Jó, szerintem teljesen mindegy, hogy fog kinézni a hátunk amúgy. De minden le van baszva, jobb kar, az a fontos. Hát nagyon szart tetkók vannak itt. Így ilyen keresztesek leszünk. Ez így nagyon jó, úristen láb, az nagyon baszó lesz, oda nézzé. Én akkor se értem, valami színesebb, valami nem úgy. Más volt a tetkós, érted? Más volt itt a tetkós. Valami full fekete. Valami nem. Nem tudom, ki tervezte ezeket a tetkók. Úristen! Na, azért figyelj oda. Amint ugye rák basztak volna egy vödörnyi festéket, de semmi baj, jó lesz. Ez tökéletes. Tökéletes. Test, nagyon jó. Így fogunk kinézni, oda nézzé. És ennyi, nem is lássuk, hogy mi van. Szóval ez lesz a emberünk, jó napot. Na. Név módosítás. Mit mondtam, mi lesz a neve? Juan Carlos Esposito, nem? Juan Carlos. Esposito. Nem jön ki, bazd meg. Juan Carlos Cookie. Egy. Juan Carlos Cookie, először már. Nagyon jó. Juan Carlos Cookie-val fogunk itt most a ringbe szállni. Ilyenekben ne akadjunk el hajnali kettői apróságokba, érted, hogy hogyan írják meg mi. Most itt vagyunk, ezen a streamen. Szóval. Azt mondja a játék, köszönöm. Azt hittem, addigra elszopom a nyalókát, de még mindig nem, ez kurva sokáig tart. Íme az ő kegyelmének legújabb címzetje. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does all. Nagyon nagy lehetőség van bennünk, azt mondja ez a fiatal ember. Amúgy nektek is halka játék, vagy se nekem? Flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself. De csak itt amúgy a beszédek alatt halk. Bevezető nem volt halk. Sárkány! Sárkány van. Ez a játék gyönyörű. Azok úgy néz ki ez a game, hogy összefosom a lábam amúgy. Nagyon brutálan néz ki ez a game. Eszméletlen. Eszméletlen! Mondom én, amikor megláttam, hogy néz ki ez a game, először a Demon Souls jutott eszembe. A PS5-ös verzió. Valahogy is nagyon basszottul jól nézett ki. De ez is odabasz. Meg is eszi a gépet amúgy, csak mondom. Na, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Én a Szopó Zoltán vagyok most, elnézést.
mindenkitől elnézést kívánok, hogy itt szopom itt a nyalókát közben, de hát ezt el kell fogyasztanom. Mik ezek a csi? Jó, itt problémák vannak, haha. Kezdődik. Mi volt az a csi, te? Igen, mozgásos hasz... Igen, jó. Na. Hang. Hát megvan, hogy miért volt ez ilyen halksz. Jézusom, el volt, hogy 7%. És most hallok valami nyögéseket, semmi baj. Csepereg az eső. Remélem nem veszek itt ilyen grafikai beállítás problémák. Na nézzük, használt. Igen, nagyon szép. Beszennyezett sír. Valaki nagyon szenved itt a beszennyezett sírba, hallom folyamatosan a nyögéseket. A B az ugyanúgy a dodge. Igen, a B az a dodge, ez nagyon jó. A sprint az nem a B, úgyhogy itt már vannak újdonságok. Várj, ez a rossz kezekben van ez a pajzs. Köszönöm. Nagyon szép. Az a sárga csík, az mi a fasz? Nem tudom, mi az a fasz az. Hát a játéktől meg... Még mindig halk? Na basszatok fel. Nyom meg RB-t, igen. Na, jó, ez lesz a... Úristen, jó napot kívánok! Oda nézzél, hogy néz minket ez a fiú? Na, Muti, mekkorákat itt. Hát én hülye vagyok, jó? Abban a pillanatban beleakadtam egy... izébe, sziklába, de semmi baj. Ezt már most elbasztam. Legalább hallod a cuppogást? Élvezed, mi? Nyomd meg RB gombot egy gyors támadáshoz. Nagyon jó. Próbálom minél hamarabb elszopni, srácok. Bocs. Három életünk van. Jó. Azt gondolom, az a élet lesz. Kurva jól néz ki a gér. Már most. Ott van valami gabona. Baszott jól néz ki ez a játék. Mondom, 87 szólunk van, és egyszeres szorzó van, ez a régi játékban is volt ilyen. Nagyon jó. Enervált erőnléti koponya. Biztos jó lesz az valamire. Haladunk úgy, ahogy a játék írja, hogy mit csinálja. Elnézést kívánok, fiatal ember, jöttem egy buksi simire. Egy buksi simi, érted? Buksi simi, bazd meg. Mi a kaja? Mi az, hogy igyak? Nem lehet nyugodtan elszopni egy nyalókát, bazd meg. Az igen-e? Még szoptatom magam, hagyjatok. Én próbálom komolyan venni ezt a dolgot, ti meg elblitzelitek, érted? Láttatok már egyszer ezt úgy, hogy valaki szopik, és közben iszik? Na most megpróbáljuk. Ez nagyon jó. Nagyon jó ment ez most. Na. Oda nézni. Célpont rögzítése. Nyomd meg a RS gombot. Igen.
Uh-huh. Nagyon jó. Napot kívánok! Sziasztok! Jöttem. Bunyózni. Azt a kurva, meghalok. Hello! Elnézést. Ez a élet. Érdekes. Utánunk fordul a támadás, az nagyon fontos dolog. Az nagyon fontos dolog, hogy utánunk fordul a támadás, úgyhogy később évben ezt figyelni kell. Miféle kontrollen van? Mi? RS? Hát RS. Nem tudom, mi az RS. Right stick. Oké? Okay? Right stick. Az a RS. Vagy a faszod is RS lehet, de most nem arra gondolnak, hanem a right stickre. Na. Előre haladás közben nyomd meg a LS gombot. LS, érted? Nem te SL, hanem LS gombot a sprinthez. Ezt már erre rájöttem. Nikole drágám, valamit nem hallasz esetleg? Te esetleg tudsz teli szájjal beszélni? Próbáld ki, hogy milyen. Hogyha teli a szád, éppen szopás közben, hogy tudsz-e beszélni közben, oké? Okay? Drága Nikolett bogaram. Nem olyan egyszerű. Na, azt mondja, hogy erre megyünk tovább. Vagy nem. Nem erre haladunk tovább. Ugye van nekünk itt ilyen fityegő lámpánk a zsebünkbe, ami mutassa nekünk a fény. Takarodj már innen, eres! Na. Nyomjuk a sprintet előre haladáshoz. Itt van egy, lyuk. Hia! Nagyon szépen átugrottunk most. Azt mondja, dash and roll. Amikor a célpontra rögzíted a RS segítségével, akkor a B segítségével gyorsan körbe tudod száguldani az ellenséget. A BB dupla érintésével kigurulhatsz a veszélyből. Oké? Okay? Kigurulhatok a veszélyből. Na. Gyere ide, fiam. Elnézést! Dikem meg itt nagy támadásokban van. Jó, sprintelünk. Jó, az meghalt. Semmi baj. Van 300 szólunk. Oda néz, pörög. A pörög itt a számláló. Jó, kurva sötét van. Rögzítsd egy célpontot. Igen. Jó van már. Kurva jól néz ki ez a játék. Azt a kurva. Leltár. Nyisd meg a leltáradat. Igen. Választja ki a módosítani kívánt slotot. Elérhető felszerelést. Hát nincsen, te hülye. Vagy most kapok egyet? Dobókő. Mutli? Az mi a fasz? Bristoli pár. A malaszthoz egy pár briókő idővel gyógyul. Aha. Egy koponya, amely szinte üres az erőtől, 200 erőt ad. Ja, hogy ez ilyen izé? Ez ilyen lélekpont? 200 lélekpont? Uh-huh. Nem, a mágus kaszt a legópébb ezekben a játékokban, ezért nem szeretem. Mert konkrétan elász messze, a enemitől is csak így lövöldözöd őket, érted? Távol harc. Na, az nem nekünk való. Nyomd meg a felső nyilat, gombot, távolsági harc módban kiválasztáshoz, és nyomd meg a LT gombot felszerelt távolsági fegyver vagy varázslat katalizátor használatához. Minden távolsági támadást, lőszert vagy manát fogyaszt. Köszönöm, ilyenekre nincs szükségünk. A különböző lőszert vagy varázslatoknak különböző költségei vannak. Már csak ennyi itt van. Ha
Íjak, számszerűek és dobótörök esetén tartsd lenyomva az LT gombot, hogy igen. A gyors elérési menü megmutatja, hogyan válthatsz lőszer típusok között. Remélem azért most gusztus hoztam a szopásra nektek, srácok, és most ti is szopni fogtok valamit. Ez egy nagyon furcsa mondat, de értitek, ugye? Akár. Ja, távolsági harc. Ez, ja, ez a távolsz vagy, nem? Hogy felső nyíl, LT. Igen. Á! Oké. Valószínűleg ezt annyiszor nem fogom alkalmazni ezt most. Ez baj, mert itt van fönt a nagy loot. Mi a fasz baj van ennek a lámpának? Na ez itt egy elég érdekes dolog. Lássátok, mi történik? Itt ilyen cuccok vannak körülötte ebbe a másik síkba. És most mit csinálják ebbe? Van egy olyan érzésem, hogy ebben a játékban lesz még nagyobb szopás is. Igen. Mire gondolsz, Ivar? Mi nézett ki jól? Most mi a fasz csinálnak ezzel? Kéne valami történni, hogy le tudjam dobni ezt a szart. És hogyan tudok a leltárba verakni követ? Hogy, ez valaki jött. Hello! Elnézés, fiatal ember, Dick. Oda nézi meg. Jó napot! Mi a fasz történik? Ezek eltévedtek, srácok. Szerintem ezek nem kéne itt lenni, csak eltévedtek. Jó, azok oda nem tudnak lejönni. Eltévedtek a fiúk. Semmi baj. Várjál, hogy a faszomat tudok követ ide berakni, Dick? Dick. Itt van-e. Nagyon szép. Jó, és most én ezzel a kővel... Én onnan most lehajítom azt a szart. Nem ezt akartam, faszom. Hogy kell követ? Ja, X. Így, és így. Dur! Úristen, de jó vagyok. Ott is van. A kis gabona. Fából készült kereszt. Aha. Fiúk, majd mindjárt jövök. Mindjárt jövök, maradjatok ott. Körbenézek addig. Hűha. Egy ilyen nagy... A molyok... A molyok jelzik az umbralban található érdekes pontokat. Válassza ki a umbral lámpáját. Megnyomásával, majd emelje fel az LT gomb megnyomásával, hogy belenézzen az umbralba. Lámpa. Igen. Jézus Úristen! Ez mi a fasz? Wow. Azt a kutya fáját. Igen, és most? Jó, de itt most mi a faszomat csináljuk? Mi a fasz? Oké. Milyen együtemű támadás? Várjál, azt mondja, nyomja meg a LB-t és el... Igen?
Nem ezt mondta? Ész! Szevasz Ész! 100 éve nem láttalak, csecsák, de nagyon szépen köszi a 245 csírt! Köszi, köszi! Jó, itt valami nagyon nagy entitás akadályozok most engemet. Hogy szopjad ki a... De itt mi a fasz kell csinálni? Meg kell ülni ennek a szemét, vagy mit csináljunk vele? RB. Ezzel sem megyek semmire. Dumbrás ennyi akadályoz az előharag. Oké. Mi a X? Ó! Oh! Na vártam, most én átléptem erre a síkra? Jó, hogy én teljes mértékben átléptem erre a síkra most. Aha! És most fél életem van, vagy az most mi a fasz? Hát de valami ilyesmi történik, baszod. Oda figyelj. Jó, nyomd meg egyszerre az LB és RT gombot, hogy egy több ütemű támadás hajts végre. Ez a több ütemű... Ez, hogy most egyet pörgök? Hát ez nagyon nagy támadás. Nem volt rá szövező, vagy nem. Támadás kombináció. Minden támadás kombinálható egyedi kombók létrehozásához beleértve a közelharci és távolsági támadásokat is. Emellett a közelharci állások dinamikusan váltogathatók az Y segítségével támadások szél... Micsoda? Kísérlet ez a különböző közelharci és távolsági fegyverek felszerelése, hogy egyedi játékstílusokat hoz létre. Na hát az egyedi lesz. Jó napot kívánok, fiatalember! Elnézést! Azt a kutyám meg a fáját, nokedlis mindenségét. Nagyon szépen köszi, 5. hónapot! Ész, köszönöm szépen, köszi, köszi. Már 5 hónapja, baszki. Azt a kurva. Nagyon szépen köszi, 5. hónapot. Mi az a szem? Itt vannak a fiúk, akik elő megpróbáltak megbaszni. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Gyük be magót! Te hülye. Arki, szavaz. Gyógyítás. A Sanguanarix az elsődleges gyógyító eszközöd és automatikusan feltöltődik, amikor újraéled. A gyors hozzáférési tárgya között érhető el. Egyéb fogyóeszközök gyors hozzáférési tárgya között válasz bla 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 bla. Igen? Igen. Azaz félre nem menjen itt. Baszki, hidratálni, na figyelj, olyan hidratációt mutatom neked, baszarsz. Oda néz. Várja. Igló, nagyon szépen köszi a követést. Köszi, köszi. Mindjárt fulladok lassan. Válassza ki a Sanguarixot, hogy bármelyik gyors hozzáférni, hogy az? Lép ki a Umbralból. Igen, itt most kilépünk a Umbralból. Jó, csak ezzel tudok kilépni. Aha. Várj, de most ebben teljesen megsemmisítettem ezt a szart. Aha. Úgy néz ki, hogy ebben megsemmisítettem ezt az utcát. Vagy akkor ajtó előtt még ott lehet? Na várj, ezt most megnézem. Hát még itt van. És hova tűnt ez a fiú? Most visszamászott ez a hülye? Jaj, még itt van ez a szem.
Hallod, ez egy geci? Te egy igazi geci vagy? Várjál meg, mindjárt ott vagyok, oké? Okay? Pillanat. De mi? Hülye vagyok, vagy mi a fasz? Hol a faszomban van ez az ember? Hol? Hol? Jó, ne szopassatok, baszd meg! Szopatol. Jó, leszarom azt egy embert. Amúgy átok oda mennidik. Szia! Kellenek a szójaid. Jó, csak most... jó. Akkor megoldottuk a helyzet, ez egy gyuk volt itt. Semmi baj, mehetünk tovább. Lássátok, ez a nyalóka megérte, srácok. Árérték arányba, most már vegyétek azt, hogy már konkrétan fél órája szopok. Érted? Fél órája szopok és megéri. Annyi szopást vásárolni. Jó van, kétkezes. Umbra Rifting. Segítségre válaszok a lámpát, majd emelje fel. Hasadék X lenyomása Umbralba való átmenethez. Ez a másik síkba megyünk át a X-re. Vigyázz, mert az Umbralból csak a meghatározott pontokon tudsz kilépni. Nagyon jó. A lyukakat fel kell fedezni, ez így van. A szopásért? Az a, akkor az egy jó hely lehet, vagy aztán lehet, hogy nem a jó áru. Bazd meg. Oké, okay, akkor itt gyalog nem jutunk át. Vagy gyalog, csak izé. Ó, hogy A, hogy A, hogy B, C. Oda nézzé. Alkalmazunk magunknak egy ilyen izét. Csinálunk. Ez nagyon jó. Jó, és hogy itt most belépek a Umbralba. Most síkváltás jött létre, jó napot kívánok. Ez egy érdekes puzzle játék lesz így. Köszi, köszi ész, köszi. Neked is. És köszi szépen itt a csírt és a feliratkozást, tesó, köszi. Jó, ez ki a pékfasza. Lélekgyilkos akadályok. Nyomd meg az RS gombot, hogy rájuk rögzítsd őket. Válassza ki az Umbra lámpáját, segítségével emelje fele LT, majd RT. Na, az meg, ez a játék már túl van bonyolítva. Hello, Mari! Szia! Dur! Aha, nagyon szép. Ezt így meghalt. Fújtom, hogy babas írások vannak, jó napot kívánok. Lélekgyilkos ellenségek. Amíg az ellenség a lelke szabadon van, támad meg, hogy hervasztó sebzést alkalmazz. Támadj egy elszánt ellenséget, hogy nagy mennyiségű sebzi. Ki tudom szívni a lelkit? Ki tudom szívni a ellenség lelkit, baszd meg. Támadj egy elszáradt ellenséget, hogy nagy mennyiségű sebzi. Mi van? Úristen. Jó, várjál. Muti,
Szippants ki a lelkit ennek a buzinak? Oké, kiszippantottam a lelkit neki. Amikor az ellenség teljesen elszáradt. Úgyhogy mik vannak itt te? Jó, ezt még ki kell tapasztalni, hogy mi az elszáradás, még ilyenek. Wow. Nagyon érdekes. Szifonálás. Érted? Szifonálás. Nem telefonál, most szoponálunk. Segítségével az ellenség lélekölt, meg egy lélekölt, meg töltetet. Tessék. Segítségével válaszza ki az umbrella lámpát, segítségével emelje fel, igen, majd szippancson ellenséget és hólyagokat. A szifonálás további elsorolt életedőt is biztosít, és összegyűjti a területen lévő ellenségek által hátrahagyott életerőt. Ja, ez poénos picit, ja. Jó, van ilyen kék szarunk, szóval ki kell szoppantani ezekből a cuccot. Oké. Okay. És mennyit kell szippantani? És van egy gömbünk, ami ott ég, lássátok? Ebben a játékban csak szopás. Mint hogyha tudtam volna. Szavasz Varga, hello, szia! Jó, és mit kell csinálni ezzel a kék szarral? Elnézést, fiatalember! Szeretném... Hogy micsoda? Az életed elsorvad, amikor belépsz az umbralba, vagy bizonyos műveleteket végzel az umbral lámpáddal. Az elsorvadt életerő visszanyerhető az ellenség megrongálásával. Azonban azonnal elveszíted az egészet, ha lecsaprád. Azt a kutya fáját. Jó, és akkor csak kiszippantom belőle a lelkit. Most miért nem sikerül a szippantás? Jó? Oda nézz az életerőm? Azon a poklok faszámad. És így visszajött valamennyi, ugyanannyi. Szóval akkor óvatos. Ja, és már ennyi volt itt a... Ah. Szóval ezt nem lehet mindig alkalmazni, mert... Jaj, remélem a boss fightokon nem lesznek ilyen hülyeségek amúgy. Akkor agyfasz kapok, biztos. Gyűjtögetni meg ilyen hülyeségeket. Tuti lesz. Előbbi három ilyen kis geciből összegyűjtettem, amit kell úgy. Jó, ez nem illet, ezt ki tudom szippantani? Mit vettem ezzel föl? Ez csak egy gabona? Szent Quintessencia. Nagyon jó. Hol van egy bonfire amúgy? Most már. Már kíváncsi vagyok. Boss fightoknál se fogják kihagyni, hát elég érdekes lesz az. Ó,
Wow. Zuhanás közben... Zuhanás közben nyom meg az RB vagy RT gombot, zuhanó támadás hajts végre. Ja, hogy itt van alatt. Hello? Oké, okay. Megvannak a arszalap figurák is, nagyon jó. Jó, eddig még fullosan tanuljuk a játékot, srácok. Itt most még tanulási fázis van, teljes mértékben tanulási fázis van. Úgyhogy ez még egyáltalán nem mutatta meg a faga fehérit ez a játék, most csak tanulunk. Ah, bassz, meg majd elestem, hülye. Ó. Oh. Itt ebben vannak valamik? A hosszabb Umbrella-ban töltött időszak egyre ismertebbé teszik jelenlétedet a lakói számára. Minél hosszabb időt töltesz a Umbrella-ban, annál veszélyesebbek a rád vadászó lények. De jó! Köszi! Csak szopjunk a játékban. Szopjál, bazd meg! Szopós is! Hello? Jó, te támadásra. Au. Jó, elég lassúak, hála Istennek amúgy. Nem olyan gyorsak, most még. Aztán ki tudja, mi lesz a végén. Szalasz, Alexia. Dog Dave Gamer, szia, hello. Hello. Hello, hello! Úristen, milyen létre van itt? Na már majdnem elszoptam egészet, srácok, már ne aggódjatok, mindjárt vége van. Legalábbis a szopásnak. Kéne egy bonfire már papinak, mert 2000 szó van nálam, jó napot kívánok! Szóval vannak ilyen gyereksírások, igen? És kilépni ebből a geciből csak olyan hülyeségekkel tudok? Valószínűleg. Ó, ezt ki lehet szippantani. Jó napot kívánok! Na. Na. Ne szórakozzál már velem, fasztadisztő. Jézus. De miért nem működik itt ez a szippantás, hogy basszam ki a lukát ennek egésznek? Honnan szedtem magyar feliratot? Gépi magyarítások, srácok! Gépi magyarítás! Mindenki elve buzerál a YouTube-on is amúgy. Köszi Szivar, már éppen most akartam linkelni, köszi. Pont most akartam linkszelni ezt a dolgot itt. Mindenhonnan onnan van amúgy. Általában. Mi a faszért nem lehet kiszippantani ezt a Jézus papest? He? Erre kéne tovább mennem és... Jó napot kívánok! Az ott mi volt az? Ott van az a cucc, amiből ki tudok lépni ebből a szarból. De Jason? Jézus pap, ezt nem tudom mindenki szippantani most. Valami nem adja. Ja, hogy be kell lokkolni előtte, ez nem ilyen primitív játék. Én kérek elnézni. Na be kell lokkolni előtte, tehát ki gondolt erre most? És most az ajtó, ugye, ami eddig az a nagy fej védte, az most kinyit, valószínűleg ott lesz a boss. Valószínűleg ott lesz a bossunk. Hello?
Micsoda? Ezek elsorvadtak. Elsorvadtak ezek a köcsögök. Jó, és hol lesz a bonfire-om olyat, mert nem láttam. Bonfires. Rúgáshoz nyom meg. Mi volt ez? Leperiztem? Hát ez leperiztem, Dick. Muti, próbáljuk ki. Gyere ide, fiam. Hát itt a peri ablak nem olyan veszélyes, mint a Pinocchio játékban, a peri ablak, ahogy ezt észrevettük. Na ezt még fogom próbálgatni, erre kíváncsi vagyok. Öcsi, milyen kékvére van neked? Mint a teinta? A tenta! Tentamenta. Jó, nagyon rúgtunk, ezt akartam megpróbálni. Hé! Jó, és most itt van boss fightunk nekünk, és semmi izé? Semmi bonfire, meg ilyesmi? Ez a boss, ahol meg kell halnod, faszopó. Igen? Hát, valahogy. Ta-t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 a! Úristen, de szép ez most. Jó napot kívánok. Vestige. Vestige jelzik azokat a helyeket, ahol a korábbi lámpás hordozók elestek. Ha egyszer aktiválódnak, akkor ezek az umbralban való halálod esetén újjáélesztő pontként szolgálnak. Aktivált maradványok között lehet varp. Akkor ez a bonfires. Yes, very good. Ha-ha-ha! Nagyon jó! Pihenés, karakter frissítés. Az a level up? Wow. Ott is van! Ez a bonfire elég nagy. Baszott jól néz ki ez a game amúgy. Szóval, mi kell nekünk? Nagyon sok erő. Fizikai. Így van. Egy level. 2000-et elkérsz egy levelért, te. Te. Nagyon jó. Vége! Ennyi volt a szopás. Na! Végre elszoptam ezt a nyalókát. ...229 szólom maradt. Egy level? Ennyi? Hello? Hát ez nem túl sok. Itt meg lehet nézni azt, hogy mennyi egy level up? ...1931. Hú, itt lesznek érdekes dolgok ebben a játékban. Na nem baj, haladjunk. Tacitus naplója és egy térkép. Oké, ezzel most mit tudunk kezdeni? Üdvözlet. Hello! Nagyon jó volt ez, nagyon jó. Hát én nem voltam, én nem szoktam semmit. Igen? Az igen, fiam, az kurva jó vagy. Nagyon szép. Vannak ilyen üdvözlési momentumok. A súly határa, hol mutassa nekünk a súlyunkat, meg ilyenek. Karakter. Itt a térkép. Amiből konkrétan most még semmit nem tudok kibogolyozni. Meg felvettünk egy könyvet, ugye? Egy megkapott napló, melynek néhány lapja hiányzik. Ez a napló Tacitusé volt, egy bátor felfedező, a térképészi, aki beutazta
ott egy messze azon túl is végül eljutott monster tett be, de úgy tűnt, hogy soha nem hagy. Ez csak egy, ez mi ez? Semmi? Ezt valakinek oda kell adni? Nő, menjünk. Hőha! Blokkolás, lenyomva tartással, de vigyázz az ellenség támadása blokkolása, elszorvassa az egészségedet. Üssétek le az ellenséget, hogy visszaállítsátok az elsorvadt egészségeteket. Azonban azonnal elveszíted az egészet, ha megütnek. Haha! Tényleg? Nagyon jó. Peri támadásokat LB megnyomásával közvetlenül a becsapódás előtt, hogy kevesebb hervasztási sebzés kap és magas testtartás sebzés adja az ellenségének. Ha testtartás kimerült, tántorítsd meg az ellenségedet egy feltöltött nehéz támadással, egy heavy-vel, egy hárítással, vagy egy rúgással. Ó, jó, akkor itt is ének ezek a dolgok, szóval ha leüssük a stamináját nagyon embernek, akkor vagy pofon rúgjuk őtet, érted? Vagy nagy heavy támadást viszünk be, értem. És ott van egy baszó enemy. My first boss in the game. Jó napot kívánok. Szent Otto védőbástya. Szia Otto. Minden rendben veled Otto? Ottika. Úristen. Jaj, ez nem az. Ottika minden fak... Úristen Otti. Ez mi az a piros szar? Hű, de érdekes amúgy. Jó, most leütöttem a szarját, igen. Dur! Szia! Úristen, Otti, mi a fasz van veled? Szedd össze magad, Otti! Otti, ne picsázzá! Ottika! Jó, Otti, meghalt. Ez ki a faszom, jó napot kívánok! Hoho, ez már nem Otti! Nem adom a lámpát, ez a én tulajdonom, jó napot kívánok! Ez most az a boss lesz, akit nem lehet megölni, a való boss a Souls játékokban. Köszönöm. Jól gondolom ezt... Mi az, aki történik most? Újra élettem. Most bekerültem a másik síkba? És bekerültem a másik síkba? What the fuck? Jó, tudtam, hogy ez most az a boss lesz, gondolom ő lesz a fő bosszunk amúgy a játék leges vég... játék leges legvégén. Csak ő most megmutatta, hogy Vasszis heregombóc van. Ja. Ő lesz valószínű a játék utolsó. Vagy nem? Ne basszatok fel. Tudja, hogy ennek így kellett lenni, ezt a boss szerintem nem lehet megölni. Vagy ha mégis, akkor... Bocsi. Életerő helyreállítása halál után. Ha Umbralban pusztulsz el, az összes aktuális életerőd ott fog eldobódni, ahol meghaltál. Az ernyős lámpáddal visszaszerezheted az elejtett életerődet, ha megközelíted és megnyomod át. De vigyázz! Néhány ellenség felveheti előtted és le kell győzni őket, hogy visszaszerezd. Ha azonban újra meghalsz az Umbralban, mielőtt begyűjteni az elejtett vigorodat, akkor az végleg elveszik. Köszönjük, ezt ismerjük!
Jó, nincs itt a papa. Nincs itt papa. Úgyhogy mondom, ez csak ilyen bemelegítő boss volt, mint a Souls game-ekben, hogy bebasznak egy olyan bosst, akit nem lehet megölni. De ott itt megbasztuk egyre. És az tetszett nekem. Otti kapta hat. Nagyon szép volt Otti. Otti fiú. Abban a pillanatban van fent egy kis gabona. Ez a játék olyan brutálisan néz ki, hogy mindjárt passz meg. Én nem tudom mi van. Kurva jól néz ki ez a játék. Bruti. Te ilyen vödröket szét lehet furantani? Nincs benne semmi. A boss fight picit fura volt. Meg kell szokni itt a ugrálás, meg itt a menetet. Teljesen más, mint a Dark Souls-ba például. Jó, azt a gabonát ott hagyjuk, majd akkor fölveszik, amikor elmegyünk arra, most megnézem, mi jön erre. Majd tudjam, hogy merre van a útirány. Pará-pará, pará-pará. Egy lenyírt bőr. Jó, bárcsak tudnánk, hogy ezt... Na bazd meg. Jó, itt a másik síkon... van egy kapu. Beszarsz. Van. Van gépigén szivarsz. Pont a stream elején mondtam, azt hiszem nem voltál itt, akkor pont mondtam, hogy ez a most picit kezdtem megijedni ennél a játéknál. Mert ez az első olyan játék, amit nem tudok ultrán játszani. És lehet, hogy optimalizálatlanság véget, de ultrára fölrakom, nincsen meg a 60 FPS-em. Hát ez az. És nem ultrán van, hanem magasan csak. De hát PC előfordulnak ilyen dolgok. Főleg harcoknál lesz ilyen. Az umbral paraziták szimbiózisban egyesülhetnek más lényekkel, megvédve őket, vagy fokozott erőt biztosít. Micsoda, milyen egyesülés, faszom? Segítségével lélekölődjön a bezárt célpontot, válassza ki umbral a lámpáját, segítségével majd keresi meg a parazitát. És ki kell szippon, bazza, beszarsz. Micsoda? Mi az, hogy az a végéje nem ahhoz való? Ne viccelődjünk már, szivarsz. Ó, és így nem is lehet megbaszni. Beszarok. Ki kell szippantani először a enemyből, bazd meg. Ki kell szippantani a enemyből először egy köcsögöt, hogy le tudjuk győzni. Ki kell szippantani. De hülyeségeket beszélsz, szivar. Mert a összes játékot 1440p játszom és full ultra grafikáló, úgyhogy semmi probléma nincs velük. És a legújabb játékokkal játszok, ugye ezért mondom, hogy hülyeségeket beszélsz. Úgyhogy nincs ezzel semmi probléma még. De lesz. Hogyha ilyen játékok fognak jönni, akkor sajnos lesz. És azért mondom, hogy sajnos, mert az nagyon sajnos lesz. Jó, itt most hogyan fogunk itt most áthaladni ezen a hídon? Néha molyok jelzik, hogy az Isonban az utad el van zárva, de van valami az Umbral Birodalomban. Válasz ki, hogy ilyenkor át kell lépnem az Umbral Birodalomba fixen. Aha. Azt... érte? Nagyon jó. Azt a kutyafáját, mik vannak itt? Na jó, megnézem a másik oldalt, hogy most kihetom nyitni ezt a kaput. Amit eddig ott hagytunk. Hogyha most már átléptem a birodalomba. Ah,
ez volt az ajtó, ugye? Oda néz, a kapu nem mozdul. A kapu nem mozdul! Mondd jó barát és lép benne, nem baj. Nem baj, de legalább tudjuk, hogy most... Te ki a faszom vagy? Nézd meg, itt enemik ide spawnolnak csak nekünk most! Csibiri! Pippo! Nagyon jó. Hát mégiscsak úgy jó, persze, én értem azt, amit mondasz. Csak még ezzel még csak az a baj, hogy így is próbálom maxon nyomni nektek, ugye, ami tiszta felesleges, pont ezt együtt beszéltük Szivar, mert ugye nem 8000 ember nézi azt, hogy mit csinálok. És nem... Még az a baj, hogy ezt a számítógépet sem fizettem ki teljesen, hogy most még egy új grafikus kártyát vegyek azért, hogy mindent ultra nyomjak. Úgyhogy ha még mindent csak maxon fogok játszani, nem ultra, akkor még az jó. Igen. Jó, ilyen cuccunk van, ezeket nem kell kiszippantani most még. Ez ilyen szippantó stream lesz ez. Szóval akinek ilyen kék geci van a nevinné, annak ki kell szippantani a parazita. Ez ki a faszom ez a katona? Jó napot kívánok. Jó, hogy ez egy NPC lesz. Oda nézzél, fiam, szia. Hello. Mindig is kíváncsi voltam, hogy vannak-e mások is. Igen. Ha félváról veszed, meglátod, hogy fordítva lesz. Jegyezd meg, amit mondok. Na megjegyzem, mondjad. I don't know who you are, and I don't care. But since it seems azért megjelölte magát. Ha nagyobb fenyegetés jelentesz a rogalra, az minden, igen, igen. I've defied the rules of gods and kings. If you know any kind of freedom, you'll do the same. I've defied the rules of gods and kings. If you know any kind. Sok minden nem mondott ez a fiatal ember most nekünk. Itt van egy bonfire, az nagyon jó. Észre sem vettem elő. És hogyha a bonfire-ba belépünk vajon, akkor vissza tudunk lépni a rendes világunkba? Mert ugye így nem tudunk visszalépni X-el. Így nem lehet. Egyszer, hogyha belépti, akkor itt nincs kilépés, addig, amíg nem találsz egy ilyen kilépő cuccot. De vajon bonfire-re ki lehet lépni innen? Warp a Vestige-re. Karakter frissítés. Pihenés. Kurva sok szóba kerül egy level már most. A játék legeslegelején, bazd meg. Jó, és ugye pihenünk. Oké, pihenve vissza tudunk térni, nagyon jó. Jó napot kívánok, és hogyha így beszélgetünk. Jó, ugyanazt mondja. Szóval, hogy lássatok, most nincs itt híd. De ugye a másik síkon viszont van. Beszarsz ebben a milyen játék ez te? Az mi a geci ott? Ja, az a... igen, az a piócás csávó. Szevasz Ironside, szia! Hello darkness, my old friend! Stig... Baszok, de én most komolyan srácok. 1 óra 20 perccel megy a felvétel ebbe a játék. Igaz, hogy fél órát elbasztunk karakter készítése, de az meg a játék valahogy egy órája magyarázza, hogy hogy kell játszani ezt a játékot. Nekem azért ez picit sok. Hogy már egy órája magyarázva, hogy mik vannak ebben a játékban. Az Axiomban történt múltbéli gyakran traumatikus események, töredékei, stigmák formájában megjelenhetnek az Umbrella birodalomban. Válassza ki az Umbrella lámpáját, emelje fel az igen, lenyomva tartása, hogy átmenjen az Umbrellába. Ezután Eres segítségével zárja be a stigmát. És az LTR-t és a lélekölődj, hogy felfedd a múlt egy darabkáját.